Köszöntelek, Jónás és Zsuzsa vagyok, önismereti és párkapcsolati trénerpedagógus. Vajon milyen érzés az, amikor egy felnőtt ember szembesül azzal, hogy narcisztikus családban nevelkedett, hogy a szülei, akár az anyuka, anyja, akár az apja, vagy mind a kettő narcisztikus volt. Amikor valaki rádöbben arra, hogy az ő élete nem is olyan, mint amilyennek eddig látta, akkor bizony az felér egy egész katasztrófával. Amikor edőbensz arra, hogy narcisztikus családban nőttél fel, és az a valóság, amit éltél, az hazugság volt, akkor ez olyan érzés, mintha összeomlana az egész életed. Amikor kikerülsz abból a családból, amikor tudsz egy kis távolságot tartani a szüleid, a családod, és önmagad között, akkor azt veszed észre, hogy mint a hirtelen felébrednél. Felébredsz, és meglátod a valóságot, meglátod azt, hogy mi volt körülötted, meglátod azt, hogy milyen ö, életben éltél, és meglátod azt, hogy ki, hogy használt ki a szüleid közül, illetve azt, hogy milyen volt a gyermekkori életed. Felnőttként egész más szemmel látjuk az életünket, mint gyerekként, és felnőttként gyakran nagyon-nagyon fájdalmas az, amire rádöbbenünk. A nácizmusból való felébredés és a, a családtól való elszakadás az, 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 igen kemény, igen nehéz. Olyan, mintha elveszítettél volna valamit, elveszítetted volna a belsődnek egy részét, azt, amihez hozzá voltál szokva. Elveszíted azt a hamis komfortzónádat, amiben benne éltél, és amiről úgy gondoltad, hogy természetes. Szembe kerülsz egy másfajta valósággal, és azt fogod észrevenni, hogy szeretnél mindent tudni arról a gyerekkori hamis valóságról, amit te egy ideig idealizáltál, amit elfogadtál, amiről nem is tudtad, hogy az egy hamis valóság. Már akkor, amikor gyerek voltál, maga a narcisztikusok által véghez vitt bántalmazás, már akkor rányomta a bélyegét az életedre. Gyerekként is nagyon sokszor érezhetted magadat magányosnak, támogatás nélkülinek, és úgy gondolta, amikor felnősz, és rálátsz a dolgodra, akkor megdöbbensz azon, hogy akiket a legjobban szerettél, akikhez a legjobban próbáltál alkalmazkodni, lested a kívánságokat. Pontosan azok szabotálják a felnőttkori életedet és a boldogságodat. Amikor tartod a távolságot a gyerekkori családod és önmagad között, akkor egyre világosabban fogod látni, hogy mind mentél keresztül, hogy milyen hatások értek, és hogy a családból a családtagok mit tettek veled. A narcisztikus szülők nagy mesterei annak, hogy lerombolják a gyermekeiknek az önbecsülését, önbizalmát, önértékelését. Nagy mesterei annak, hogy elszívják az energiát a gyermekeiktől, hogy úgy neveljék, illetve azt neveljék bele a gyerekbe, hogy, hogy a gyerek rossz, hogy szégyenletes, hogy nem érdemli meg a szeretetet, hogy nem kaphat érzelmi támogatást, és ezt nap mint nap a gyerek elé tárják. A gyerek egy idő után ez természetesnek veszi, és elfogadja, hogy rossz vagyok, szeretetetlen vagyok, nem kapok támogatást, ilyen vagyok, és elhiszi magáról, és azokkal a mondatokkal, azokkal a kijelentésekkel, amikkel a szülők, a narcisztikus szülők illették a gyereket, azzal a gyerek elkezd azonosulni. És elkezd olyanná válni, mint amilyennek mondják. A narcisztikus szülők ö, nem tudják ennek a súlyát felfogni. Nem tudják felfogni a súlyát annak, hogy ez a fajta nevelés, ez a fajta ö, korlátozás, a másik felett való uralom, a gyermekeinek a lenyomása, ez mennyire befolyásolja a, a későbbi felnőtt életet, a párkapcsolatot, a döntéseket, a választásokat, a munkát, a családi életet, sőt, az embernek az egész egészségét, lelki világát. A... Narcisztikus családban felnőtt gyerekek csak azt érzik, hogy nem bízhatnak magukban. Nem bízhatnak magukban, hogy a döntéseikben, mert mindig megkérdőjelezték azt gyerekkorukban, és azt látják, hogy mindig a szüleikre, a narcisztikus családra kell, hogy támaszkodjanak. Mert ezt hitették el velük. Pedig nagyon sok gyerek, nagyon sok narcisztikus családban felnőtt ember, nagyon, nagyon kreatív, nagyon jó döntéseket tud hozni, nagyon sok mindent meg tud tenni magáért, csak ezeket a jó dolgokat el kell, hogy nyomja magában, mert a narcisztikus szülők ezt várják, ezt kívánják tőle. És Elvárják a narcisztikus szülők, hogy a gyerek a hamis véleményükkel öm, helyettesítse be a valóságot. Tehát, hogy ne lássa a gyerek olyannak magát, mint amilyen, hanem fogadja el, és ne bírálja felül a náci szülőknek a véleményét, a, az elvárásait, a hiedelmeit, a szokásait, és ezt fogadja valóságnak. És hogyha ezt a gyerek nem teszi, akkor egy fekete bárány lesz belőle. Amikor egy narcis családban felnőtt egyén, akár nő, akár férfi rájön arra, hogy nem volt normális gyerekkora, hogy nem tudott úgy kiteljesedni, ahogy kellett volna, akkor ez olyan, mintha odaállnál a szakadék szélére, és elkezdene a, láb, kezden a lábad alatt a föld omladozni, és menni kell a lábad alól, hogy amit eddig szilárdnak és biztosnak hittél, az, az nem stabil, az egy múlékony, az egy, egy olyan, ami veszélyezteti az életedet, veszélyezteti a, a felnőtt világodat. És hogyha nem lépsz hátra, és te nem keresed meg azt a helyet, ahol biztonságban, nyugodtan, békességben, egyensúlyban élhetsz, akkor sajnos az egész életedet úgy fogod leélni, hogy ott állsz a szakadék szélén, az omladozó földel a talpad alatt, azon a helyen, ahová a narcisztikus családod, a narcisztikus szüleid állítottak téged, és soha nem leszel boldog, soha nem leszel egyensúlyban, nem leszel biztonságban, soha nem tudsz kiteljesedni, mert nem tudsz előrelépni, mert ha előrelépsz, belezuhansz egy szakadékba. És ezt a narcisztikus szülők nem akarják megérteni. Hogy a nevelésükkel, a felfogásukkal, az egész hitrendszerükkel, az egész személyiség zavaros működésükkel odállítják a gyerekeiket szakadék szélére, ahonnan nincs előre, és hogyha ott maradnak, akkor bizony egy idő után kimegy a talaj a lábok alól, és előbb-utóbb lezuhannak. Amikor ezt megérti egy családból kikerült ember, akkor először megpróbálja megcáfolni ezt a tényt. Próbálja védeni azt a környezetet, azt a családi ö, milliót, amiből jött. Próbálja ide idealizálni a szüleit, a családtagokat, a testvéreit, és próbál reménykedni abba, hogy lehet, hogy nem is náciztikusok, nem is ez a baj, nem is zavarosak, hanem hanem valami más, esetleg szegénység, a munkanélküliség, a iskolázatlanság, vagy nem jó környezetben éltünk, vagy nem jó településen laktunk, de egy idő után rájövünk, hogy ezek mind csak kifogások. Az alapprobléma az maga a szülőknek a személyiség zavara, a nácizmusa. És amikor erre rádöbbenünk, akkor szertefoszték bennünk az a remény, hogy hogy a narcisztikus szüleink még változni fognak. Mert az ő viselkedésük, az ő felfogásuk, az ő, az ő működésmódjuk, az nem fog megváltozni. Mert ez az életük. Ők nem tudnak másképp működni. És amikor erre rádöbbenünk, akkor feltesszük a kérdést, hogy ha mi magunk változunk, akkor ők miért nem tudnak vagy miért nem akarnak. És bennünk arra, hogy nincs bennük elég szeretet ahhoz, hogy megváltozzanak. A Biblia azt mondja, hogy a szeretet mindent legyőz. Ha mindent legyőz, akkor elvileg a személyiség zavart is le kellene, hogy győzze a szeretet. De ehhez akarás kell. Akarat nélkül nem lehet szeretni. Tehát, hogyha a narcisztikus szülőkben nincs meg az az önszántából történő akarás. Az a szabad akarati ö, akarás, hogy szeressek, akkor nem fog megváltozni. Mert csak a szeretet képes arra, hogy megváltoztasson valakit, vagy jó irányba tereljen, jó módra állítson át valakit. Tehát azzal, hogy te változol, önmagadnak előny, de ne várt, hogy veled együtt a narcisztikus szüleid is meg fognak változni. Ők nem fognak megváltozni, viszont te neked nagyon jót tesz az, ha távol vagy tőlük, nagyon jót tesz az, hogyha felismered, hogy milyen helyzetből jöttél, milyen családból jöttél, felismered azt, hogy milyen károkat okoztak neked, és megpróbálod ezeket a károkat, ezeket a sérüléseket, fájdalmakat, bántalmazásokat begyógyítani. Nagyon szomorú dolog, hogy felnőtt korban azzal kell eltölteni az időnket, hogy a sebeinket nyalogatjuk, a fájdalmunkat próbáljuk csillapítani, ahelyett, hogy egy szép, boldog, kiegyensúlyozott, értékes életet élnénk. Igazából, amikor eljövünk egy narcisztikus családból, akkor egy jó ideig azt fogjuk megélni, megtapasztalni, hogy gyerekkorunkban is a nárci irányított bennünket, és a felnőtt korunk egy részébe is a nárci irányít bennünket. Mert azok a sebek, fájdalmak, sérülések, rossz működésmódok, amiket kaptunk tőlük, sajnos életünk nagy részében ezzel kell foglalkozni. Ezt kell gyógyítani, ezt kell helyre rakni, az egyensúlyt kell megtalálni, és erre bizony nagyon-nagyon sok energiánk elmegy ahelyett, hogy ezt a helyreállító ö, tevékenységnek az energiáját bele tudnánk fektetni a párkapcsolatba, a saját gyerekeinkbe, az egész életünkbe, a tudásunkba, a felnőttkori jólétünkbe. Ehelyett felnőttkorunk egy részében is folyton azzal foglalkozunk, hogy, hogy a narcisztikus szülő mit tett velünk. Sajnos mert ennek a hatását éljük meg a napjainkban, ennek a hatását, ennek a, a szomorú eredményét szenvedjük el a párkapcsolatban, a munkában, a gyerekekkel, a családban. Az, hogy gyerekkorodban mi történt veled, illetve, hogy mit tettek veled, ez nem a te hibád, ez nem a te felelősséged. Te nem tartozol felelősséggel a szüleidnek a működéséért, személyiségzavaráért, nem tartozol felelősséggel a szüleidnek a gondolkozásáért, te beleszülettél a családba, de ez nem jelenti azt, hogy át is kell vállalni helyettük a felelősséget. Amit tettek, ők tették, a felelősség az az övék. Neked az a dolgot, hogy ha rájössz arra és megismered a valóságot, akkor ennek a valóságnak a tiszta fényébe próbálj olyan életet élni, ami mentes lesz a náci szülőknek az utóhatásától. Tehát, hogyha te beleszülettél egy ilyen családba, az nem jelenti azt, hogy még az életet hátralévő részét is ott kell töltened. A nagyon sok gyerek, akit náci szülő nevelt fel, jó ember nem mindegyik, de azért a legtöbbiek jó, kedves ember, és nem akar olyan életet élni felnőtt korában, illetve a saját családjában, párkapcsolatában, gyerekeivel, mint amilyen életet vele éltek a szülei. És ez nem baj, ez nem bűn. Nagyon sokszor elhangzik az, hogy az öröklődés, meg a hagyomány, meg a szokás, hogy követni kell, mert hova lesz a családnak a az imázsa, igen, de hogyha ez a mutatott kép, ez a, ez a családi öm, életmód, amit élnek a narcisztikus családok, ez egy rossz, nem megfelelő fájdalmakat és szenvedést okozó működésmód, akkor nem kell ebben maradni, és nem kell e szerint élni a felnőtt életünket. Nagyon sok öm, narcisztikus szülő által nevelt öm, Ember nagyon hűséges, nagyon együttérző, és rengeteg energiája van arra, hogy új életet kezdjen, hogy nemet mondjon a rosszra. Mert gyerekkorában is rengeteg energiája volt arra, hogy túlélje a nácisztikus szülőknek a, a hibás, rossz működését, hogy megmaradjon minden bántalmazások közepette is annak az embernek, annak a gyereknek, akinek született. Nagyon sok narcisztikus családban felnőtt ember érzi azt, hogy el van szigetelve a többi embertől, hogy nem tud közvetlen kapcsolatot kialakítani másokkal, hogy fél másoktól nem bízik a másik emberben. Sajnos ez mind a, a náci szülők nevelésének a következménye. És azért is nem bízunk sokszor a másik emberben, mert a narcisztikusok előszeretettel használják a többi embert, idézőjelbe tett repülő majmoknak, hogy általuk híreket szerezzenek, általuk rossz híreket küldjenek, illetve mások előtt a saját családtagjaikat lejárassák. Ezek a, ezek a támogató emberek, ezek az úgynevezett repülő majmok, ezek hajlamosak arra, hogy a narcisztikus szülők oldalára álljanak, hogy őket támogassák, és részt vesznek abba, hogy a náci családból kikerült gyermekeket, felnőtteket nagyon kegyetlen módon megtámadják, hírnevüket aláássák, és mindenféle gonoszságot tegyenek velük. A narcisztikus szülők nevelésének, illetve a narcisztikus családban Való felnövésnek nagyon-nagyon sok következménye van, amire lehet, hogy nem is gondolunk, hogy az a következmény az pont amiatt van, mert narcisztikusok neveltek bennünket. Ilyen következményről fogok majd a következő videóban beszélni. Köszönöm, hogy ezt a videót meghallgattad. Ha tetszett, kérlek lájkod, like megiratkozz fel a csatornámra, és vállak a többi videómra is. Szia!